A Család és Élet Egyesület egy civil szervezet, a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye életvédő csoportja. Tevékenységük 2008-ban indult. Céljaik közé tartozik a magzati élet védelme, a krízisbe jutott várandós anyák támogatása, az abortuszon átesett nők segítése, az emberek információhoz juttatása és egyéb családi gondokban konzultációs lehetőség felajánlása. A Család és Élet Egyesület bizonyos területeket le tud fedni ezek közül. Ilyen például a szoptatási tanácsadás. Vannak kolléganőink, akik ebben felkészültek. Munkácsi Kórházban például heti 3-4 nap a szülészetemben van az a szakképzett tanácsadónőnk, aki az éppen ott fekvő kismamáknak elmagyarázza, hogy hogyan kell szoptatni, hogy miért nem jó a tápszer, ha viszont nem jó, akkor ugye mit csináljon a gyerekkel, hogy legyen is anyateje. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos segítség a kismamáknak, mert nem kapnak magyar nyelven meg végképp, semmilyen tanácsadásban nem részesülnek. Ezen kívül a szociális területet is igyekszünk lefedni, amennyire lehet, ebben együttműködünk a Katolikus Karitásszal is. De van saját kölcsönző szolgáltatásunk, ahol babamérleget, esetleg légzésfigyelőt, tejszívót, esetleg babakocsit, ha szükség van rá, babaruhákat tudunk adni annak, aki ezt máshogy nem engedheti meg magának. Igazából az a célunk, hogy a kismamát minden szinten támogatni abban, hogy merje vállalni az anyaságát. Ugye mindenkiben benne van az a vágy, az az ösztön, hogy én ennek a megfogant gyereknek szeretnék az édesanyja lenni. De nagyon sokszor óriási a környezeti nyomás. Egy nagy nemzetközi tanulmány szerint a nők 64%-a azért dönt az abortusz mellett, mert nagyon komoly külső nyomás nehezedett rá. Ugye éppen a törvény adta szabadság nevében tudják elvenni a saját szabadságát a sokszor a hozzátartozók, a gyereknek az édesapja. És ahogyan nagyon sokan elmondták nekünk, hogy ha csak egy valaki mellém állt volna, akkor már nem tettem volna meg ezt a lépést, akkor édesanyává tudtam volna válni. Szeretnénk lenni az az egy valaki, aki ebben segít. És ebben benne van akár a lelki támogatás, akár a szociális támogatás, néha, ha van rá lehetőségünk, az anyagi támogatás is. Tehát, hogy egy olyan hálót tudjunk biztosítani annak a nőnek a számára, ami megtartja őt abban, hogy anya tudjon lenni, abban, hogy ezt a kisbabát örömmel tudja vállalni.